napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa podcastja. Megtartotta beszédét Orbán Viktor a 33. tusványosi, a Bálványosi Szabad Egyetemen. Hosszú volt a beszéd a korábbiakhoz képest. Német Zsolt egyébként többször is jelezte Orbánnak, hogy egy picit rövidebben beszéljen. És nem elsősorban a békemisszióról beszélt, ahogy azt többen várták, hanem tulajdonképpen egy világpolitikai elemzést tartott. Mike tyson idézte, úgy fogalmazott, hogy mindenkinek van egy terve, amik szájon nem vágják, úgyhogy ő is megpróbált egyébként a saját terveit elmondani, mert hogy azt mondta, hogy a háború óta az európai politika összeomlott, Brüsszelbe visszatért a három T, a tiltott, a támogatott és a tűrt, és arról nem is beszélve, hogy úgy fogalmazott, hogy világrendszerváltás zajlik, és hogy olyan változás jön a világban, amire már 500 éve nem volt példa. Szóval elég nagy ívű volt ez a beszéd, úgyhogy megpróbáljuk elemezni ezek alapján, hogy mit is szeretett volna tulajdonképpen Orbán Viktor itt tenni és elmondani, Milba Herdáni a Polimia Intézet tanácsadójával fogjuk ezt megtenni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Hát együtt hallgattuk végig ezt a beszédet, de mielőtt a tartalmi részébe belevágnánk, néhány forma Mai kérdésem is lenne, már mint arra vonatkozóan, hogy hogyan zajlott ennek a beszédnek az előkészítése, és hogy milyen formákat, vagy milyen módokat lehetett látni, hogyan jelent meg Orbán Viktor, mert hogy nagy sikere volt az ennek az úgynevezett huszáros fogadtatásnak, ahogy ő, ahogy ő megérkezett tusványos, ugye egy huszárkapitány fogadta, verselt neki, elmondta, hogy hon szeretetből kitűnőt kapott. Orbán Viktor aztán utána ezt a nagy sapkát, vagy sisakot, vagy csákot, aminek Nevezzük, ugye ezt is föltette a fejére. Szóval ennek hogy látod, hogy mi a súlya jelentősége egyáltalán, mit akart ez szimbolizálni? Mert hogy nagyon nagy sikere volt. És Orbán Viktor mindenhol megosztotta, minden oldalán, minden közösségi fórumán, nagyon sok helyen, nagyon sokan látták. Ugye túlságosan ez egy nagyon szimbolikus hely? és nagyon fontos a, Fidesznek a mitológiájában, nagyon jól beleilleszkedik tulajdonképpen a 2010 után. Ez egy nagyon-nagyon fontos helyszín, ahol tulajdonképpen ilyen a miniszterelnök évről évre ilyen programokat hirdet. És hát most ugye a háború és béke témája van Magyarországon, meg erről szólt az egész kampány, és nyilvánvalóan azt láthattuk már egyébként a COVID óta, láthatjuk azt, hogy a, a miniszterelnök az abszolút, meg a háború kitörése óta láthatjuk azt, hogy a miniszterelnök az próbál igazodni a megjelenésében is, a szóhasználatában is az ilyen válság helyzetekhez, és nyilván az ilyen katonai szimbólumoknak a használata az abszolút az ő rátermettségét, az ő hadi értelemben értett rátermettségét is megmutatja a választóknak, hogy ezek a szimbólumok ezért nagyon fontosak, és ezért használják őket. Nyilván ezeket nem Ö, nem, nem, hogy mondjam, tehát nem, nincsenek ezek annyira az emberek arcába tolva, hogy folyamatosan ezek vannak, de ezek az apróságok, amik folyamatosan láthatóak. Ö, ezek, ezek mind 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 nagy hiszen erősítik azt a narratívát, amit a Fidesz most már jó ideje képvisel, és hogy Orbán Viktor az egy válságot kezelő vezető, egy egy hadvezér, aki, aki meg tudja óvni az országot, és meg tudja óvni Tehát a ez népet. ebbe illeszkedett bele ebbe így van, a igen, kommunikációba. igen. Ugye volt még néhány érdekesség, mielőtt a beszédbe belevágunk, nagyon sokat posztolt arról, hogy hogyan készül a beszédre, hogy hogyan írja a beszédet, hogy az előző nap nagy ferókoncertre is el akart menni, vagy el is ment tulajdonképpen, és hát még egy dolog, ami így a védjegyévé vált ezzel kapcsolatban, ez a bizonyos napszemüveg, ami most mostanában rajta van, illetve a szalmakalap, és aztán éppen azt láttuk, hogy a beszéd alatt nagyon sokan felvették, vagy ezt a típusú szalmakalapot hordták, nagyon sokan ugyanúgy napszemüveget viseltek, mint ők. Ez szintén ennek a szimbolikának a része? Vagy hogy tartozik ez ebbe bele, a történetbe? Hát persze, hogy ilyen nagyon fontos, hogy egy, ugye szerintem egyébként a Fidesz nem felejtette el azt, egyébként szerintem ezt a balliberális pártok elfelejtették az elmúlt 15 évben, hogy az ilyen rendezvényeket azokat meg kell rendezni, azokat ki kell találni, hogy ez hogyan nézzen ki, hogyan lesz ez szimbolikus, nem tudom, érdemes visszanézni, hogy nagyjából mindig ugyanazok a fajta mikrofonok vannak a beszélők előtt minden évben és nyilván az is meg van tervezve, hogy ilyen repikalapokat kalapokat oszogatnak. Egyrészt, mert meleg van, tehát azt hozzá kell tenni, hogy nyilván ennek az az oka, hogy meleg van. Másrészt pedig az, hogyha egy csomó emberen rajta van valami ugyanolyan dolog, akkor annak van egy ilyen nagyon jó, ilyen közösségi hatása. Ha nagyon egységesnek tűnt, ahogy néztük a képeket. És ez szóval. nagyon nagyon fontos, hogy egy ilyen rendezvényt, ezeket meg kell tervezni, ezeket ki kell találni. Egyébként csak hogy párhuzamot vonjak, aztán a, a, a rendezvények és amúgy ezért sikeresek, mert azok ki vannak találva, meg vannak rendezve, van egy, mindegyiknek van egy ilyen jól leszervezett dramaturgiája, és ugye ez nyilvánvalóan a Fidesz is folyamatosan csinálja. Ez erőt ad meg, erőt ad ezeknek a rendezvényeknek, és nem csak az számít, hogy mi hangzik el, hanem az az, az élmény is, ami ott van, vagy az vagy, vagy azt, hogy látjuk, vagy látja a néző azt, hogy ez egy élmény jellegű dolog. Érzelmeket kelt a választókban, meg az állampolgárokban, és ez az a ezt, ezt nevezük politikának soron. Uh -huh. Akkor még egy dolog, ha más semmi nem véletlen, és a az utolsó ilyen része, ami majd a körülményeket illeti, az az időzítés, ami szintén nagyon fontos egyébként a politikában, és valóban megszoktuk, hogy ez mindig ugye július végén van, mindig ugyanebben az évben, mindig ugyanebben, vagy minden, minden évben, és mindig ugyanazzal a koreográfiával. De most ugye van még egy esemény, és ez az, az Olimpia, amit egyébként emlegetett is több szempontból Orbán Viktor, amire hát, a, ami hát nagyon sokan odafigyelnek. Nem vitt el egy picit a, hogy mondjam, a fókuszt az olimpiából a szempontból, mert nagyon sokan nyilván a, éppen a mozzai eseményeket, olimpiai játékokat nézik, hogy ennek nincs ebből a szempontból jelentősége? Ö, szerintem nincs nagyon nagy jelentősége. Nyilván rengetegen nézik az olimpiát, de ö, azért ez egy jól megszokott beszéd, meg egy jól megszokott esemény, úgyhogy erre is biztosan nagyon sokan figyelnek. Ugyanakkor nyilván most a világnak a szeme az a, az, az olimpián van, Magyarországon mindenki nagyon szereti nézni a sportot. Úgyhogy biztosan, biztosan valamennyit csökkentett, de szerintem nincs jelentősége. nem négy. merült fel a szervezőkben, hogy bármilyen szinten mondjuk egy héttel eltolják ezt a beszédet azért, mert hogy éppen a magyarok az olimpiát nézik. És nem Orbán Viktor beszédét, most csak erre Nem, nem gondolom, hogy ez, ez, felmerült volna, de nem, nem látok bele egyáltalán a szervezőknek a fejébe. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy ez egy, ez egy ilyen hagyományos, tradicionális mm -hmm. dolog, ami mind, vagy egy tradíció, inkább így mondom, ami mindig ekkor van, mindig. Tehát Fölül, igen igen, tehát az állandóságnak a fenntartása az szintén nagyon fontos dolog, és hogy nyilván nem kell, tehát hogy. És nyilván szimbolikus, hogy nem hagyjuk, hogy bármilyen világesemény, vagy bármi megváltoztassa a dolgoknak a. A, a megszokott folyását. Egyébként az, hogy ahogyan beszélt Orbán Viktor, abban nem tudom, hogy milyennek láttad, milyennek találtad. Érdekes volt talán az, hogy nem végig papírból beszélt, amit korábban talán megszoktunk, hogy általában olvasni szokta a beszédeit. Most ez kevéssé volt jellemző. Nyilván ott volt előtte, és figyelte, és, és volt vázlata, meg le volt írva a szöveg, de nagyon sokszor nem figyelte, és szabadon beszélt. Ennek van-e szerinted bármilyen jelentősége? Orbán Vigyá nagyon dinamikus volt most. Ugye azért a kampány alatt, különösen a március 15-i beszédét nézve ott látszott rajta egy erős fásultság, nem is volt semmi új a beszédében. Nem, nem is volt annyira jó, talán nem ér, volt rajta érezhető a dinamizmus, de ez most visszatért. Egyébként lehet, hogy egy kicsit azért is, mert hogy egy olyan témával foglalkozhatott itt, ami most jobban érdekli. Ugye ezt láthatjuk már, ugye, 22 óta, hogy Orbán Viktor a külpolitika és a globális politika felé fordult, és a belpolitikát az kicsit így elhanyagolja, meg elhanyagolta, tehát nem foglalkozik annyira vele. Egyébként ebbe a beszédbe is nagyon kevéssé foglalkozott belpolitikai, vagy ilyen aktuálpolitikai kérdésekkel. Ö, inkább mindent ilyen rendszerben nézett, és ö, itt azért én azt láttam, hogy ő élvezi azt, amit csinál, élvezte a beszédet, élvezte azt, hogy ad egy ilyen értelmezési keretet. Ugye nyilván a tusványosi beszédnek az egy nagyon-nagyon fontos ö, feladata, hogy a világban jelenlévő folyamatokat, ahol, amit az emberek mindenhonnan, nem tudom, olvasnak a hírekben, háború itt, háború ott, választás itt, választás ott, nem tudom, ezt Orbán Viktor egy rendszerbe foglalja. És ez a, a politikai kommunikációnak egy nagyon fontos alapja, hogy megmondja azokat, meg, meghatározza azt a szókészletet, azt az eszközkészletet, amivel ezek a jelenségek leírhatóak, és megadja azokat a kereteket, amiben amiben majd egy állampolgár vagy egy választó be tudja illeszteni az új dolgokat, amik érkeznek, hogy ez ennek a része. És nagyon, ezért nagyon-nagyon fontosak az ilyen beszédek, hogy hát tulajdonképpen keretezze a valóságot, és a valóságnak egy értelmezését megadja. Nyilván így szerintem nagyon fontos kiemelni az, hogy ezt Magyarországon, Szintén a balliberális oldal ezt teljes mértékben elhanyagolta és elfelejtette, hogy ezt meg kellene csinálni, pedig azért ez egy alapvető alapvető része a politikai kommunikációnak, hogy gondolatmankókkal segítsük tulajdonképpen saját választóinkat arra, hogy értsék, hogy mi történik, és úgy értsék, hogy mi szeretnénk, hogy értsék. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ennek ez a lényeg, ennek a beszédnek tulajdonképpen ez egy ilyen nagy, hogy mondjam, egy ilyen anyaszöveg, amiből, amiből majd ennek lesznek mindenféle leszármazása, amiből következik egy csomó minden. Na nézzük akkor majd ezt a valóságért, és ö, e, csak egy, egy részlet még, ami, ami feltűnt egyébként mindannyiunknak itt, hogy közösen néztük, hogy azért hosszabb volt a beszéd, mint szokott uh, lenni. Német Zsolt, hogy itt a felvezetőben utaltam, és többször is oda-oda szúrt egy picit Orbán Viktornak, hogy most már csak ennyi van hátra, most már mindjárt vége, meg ilyeneket mondott, ilyeneket szúrt közben, ami szintén talán szokatlan volt, vagy nem szoktuk meg talán Német Zsolt, hogy ilyeneket oda szúrjon. Ezt, ezt hogy értelmezett, hogy, hogy ez elvitte tulajdonképpen a lendület most Orbán Viktor, mert említetted, hogy élveztem most ezt a beszédet. Lehet, hogy ennyi volt, vagy ezt most kicsit hosszabbra szánta, vagy van ennek bármi jelentősége? Hát nekem úgy tűnt, hogy elvesztettem, nyilván nem, nem tudom, hogy elveszted, hát de a nekem a számomra az, volt a, igen, igen. az, a, az a, abszolút az a benyomásom, hogy igen, meg hogy tehát hogy lendületben volt, meg nagyon nagyot merített most, tehát hogy egy nagyon-nagyon egyébként nagyon, nagyon sok mély dolgot is mondott ö, a, ezzel a, a mostani világ értelmezésében, és nagyon-nagyon merített. Szóval kicsit uh, én elbírom képzelni, hogy ő ezt rövidebbnek képzelte, de uh, hát ilyen hosszú lett, és egyébként az, hogy a német Zsolt pedig uh, beleszól, az pedig nyilván azért van, mert oldja a hangulatot. Uh, meg nyilván látják, tehát uh, látja ott a közönséget, hogy fáradtak ott ülnek ki, nem tudom, a 30 fokban, nem tudom most hány fok van éppen a, a helyszínen, de azért úgy képzelem, hogy ez. nem Igen, elég ne meleg valószín. van, szóval hogy nyilván itt a hangulatnak az oldása, meg, hogy, 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 hogy lazuljon lazuljanak ezek a keretek. Tehát egyébként az Orbán Viktornak az öltözékén is ilyenkor látszik, meg az, hogy ül, egy asztal mögött ül, mellette két másik ember, lazainkben van, nincs rajta az akó, nincs rajta nyakként. Tehát hogy ez egy, ez, egy, ilyen nyári, nyári szabad egyetem dolog, és ez a, ezt, ezt a hangulatot megteremtendő belefér az, hogy azt mondják neki, hogy hát most már azért sietni kéne. Szerintem itt pusztán erről van szó. Na nézzük akkor a tartalmat, mert valóban az, ahogy te is említetted, vagy rá, egy nagyon nagy évű volt ez a beszéd, több száz évet ölelt tulajdonképpen a, a beszéde, és úgy kezdte el, hogy nagyon sokan arra számítottak, hogy a békemisszió üzenete lesz a fő téma. Ehhez képest talán egy picit kevesebb hangsúlyt kapott maga a békemisszió. Az elején ugye megemlítette ezt, hogy Brüsszelből kapott, ugye Demarsot elítélték a, a békemissziót, ezt mondta Orbán, és hogy emlékeztette az embereket arra, hogy az unió alapszerződésében az áll, hogy az unió célja a béke, tehát előjöttek ezek a, ezek a kommunikációs üzenetek, amiket korábban is hallottunk, neki az egésztől Lenin jutott eszébe, aki azt mondta, hogy a kommunizmus végével elhal az állam, vagy Lenin sem értettük, most a brüsszelieket sem értjük. Ez egy bevezető rész volt, és azt is mondta erre Ormán Viktor, hogy ez csak egy ilyen bevezető, és igazából nem erről fog szólni a beszéd. Mi lehet annak az oka, hogy, hogy nem ez volt a fő hangsúly, vagy nem erre helyezte a fő hangsúlyt, hiszen most minden szempontból talán e körül forog, és az ő külpolitikája is láthatóan e körül forgott eddig. Hát alapvetően azért, mert ezek tehát a béke misszió az egy ilyen epizód most éppen vagy egy éppen folyamatban lévő ügy de ez nem egy nagyon hosszú távú politikai termék ez a a Fidesz nyáron is mindig, tehát hogy nem szereti a Fidesz az uborka szezont, és nyáron is mindig próbálja, próbál valami olyan ügyeket bedobni a nyilvánosságban, amivel lehet foglalkozni, mert foglalkozik a sajtó, foglalkoznak az emberek, és a béke szerintem csak egy ilyen epizód, tehát ez nem egy hosszú távú stratégia, meg egy hosszú távú terv, hanem ez éppen egy aktuális ügy, és nyilván a tusványos beszéd az nem arról szól, hogy az aktualitásokat elemezze tulajdonképpen a, hogy az aktuál politikát elemezze a, a, a miniszterelnök, hogy azt magyarázza, hanem sokkal inkább arról, hogy egy nagy képet ö, villancson föl a hallgatóságnak. Éppen ezért ez tényleg csak ilyen, tehát így megegyezte, hogy egyébként ez van, ez történik, de nem fordított rá különösebb figyelmet, Öm... Ez mennyire volt meglepő a számodra? Azért kérdezem, mert több politikus, Semjén Zsoltól kezdve, Orbán Balázson át, a beszéd előtt azt nyilatkozták, hogy hát most ez a legfontosabb téma, a, a miniszterelnök valószínűleg erről fog beszélni, hiszen most mindenek körül forog. Tehát, mintha a politikusai, vagy hát a a, 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 kormánypárti politikusok is arról beszéltek, hogy ez lesz a fő téma, és ehhez képest az történt. Hát a végső azért de, tehát a végső a békéről beszélt, és a béke megteremtéséről e, Szél, hogy hogyan lesz a világon béke. Ugye, igazából nyilván egy irgalmatlan, történelmi távlatokba, gazdasági kérdésekbe belemenve de végső soron azért arról van szó, hogy Magyarországnak hol van a helye a most átalakulóban lévő világrendben, és hogyan lehet ezt békésen elérni, hogyan lehet ezt háború nélkül elérni, szóval végső soron azért ez volt a központi téma, de az, hogy konkrétan nem a békemisszióról beszélsz, engem ez nem lepett meg, őszintén én arra számít tehát én én valami ilyesmire számítottam, hogy egy ilyen nagy ívű világértelmezést fogunk hallani. Ö Szóval szerintem ez nem, igazából nincsenek különösebb jelentősége, hogy az aktuál politikát nem emeli be. Minden ö, egyébként a többi politikus, a többi fideszes vezető azt a békemissziót hangsúlyozza folyamatosan. Ö, úgyhogy nem, nincs arra szükség, hogy erre a nagyon fontos, szimbolikus, dedikált alkalomra is a, a miniszterelnök ezt nem tudom, ezt, ezt, ezt rakja föl tétnek, hanem, hanem ennél sokkal nagyobb tétet próbált az rakni. Igen, na nézzük akkor, hogy mi is ez a tét valójában. Ugye abból indult ki, egyébként valóban a háború volt a kiinduló pont, mert hogy azt mondta, hogy a háború a mi piros bogyónk, ugye ezt mind a, mind a ketten feljegyzeteltük ott, miközben hallgattuk a, a beszédet a Matrix című filmből idézett, és hogy azt mondta, hogy nekünk ez az igazi valóságunk, és ezt nyeltük le, mert hogy elveszítik az erejüket az ideológiai statisztikák, a politikusok taktikai hogy fogalmazott, a médiatorzítások, a téveszések és edebek, és marad a pőre valóság, és tulajdonképpen ezt fogja ő most nekünk bemutatni, amiből aztán elindult az elemzés. Maga ez a kiinduló pont, meg egyáltalán ez a szimbolika, a Mátrix, meg a piros bogyó, meg a valóság. Ezt hogy látod, hogy ez mennyire, mit akart ezzel a miniszterelnök tulajdonképpen nekünk mondani, hogy ő látja, a legjobban a, a valóságot is átlát ezeken a, ezeken a esetleges torzítási lehetőségeken? De nagyon fontos, hogy a, a, a miniszterelnöknek a, a beszéd, de az ö, többes szám első volt. Tehát ö, azt mondta, hogy mi átlátunk ezen, mi kaptuk be, be a piros jót, mi látjuk, hogy mi történik. Tehát, hogy ezzel is bevonja a nézőt is, és, és az egész nem tudom, az egész magyarságra utal ilyenkor, és az egész magyarságnak a, a helyzetét próbálja meg elmondani, meg a látásmódját próbálja meg kifejezni, mint egy ilyen, nem tudom mint egy beszélő tulajdonképpen. Nyilván a mátrixos utalás, ez az Orbán Viktor nagyon jellemző, hogy nagyon-nagyon sok olyan. Ö, olyan utalást használ, ami vagy a popkultúrában ismert, vagy a, a, a magyar ilyen iskolai szocializációkban benne van. Ez a Mátyás király, Ludas Matyi, nem tudom, Süsi, a sárkány, stb. Ezeket rendszeresen használja a beszédeiben, és a nyilván az ilyen nagyon ismert popkultúrás utalások, tehát a Mike Tyson, a nem tudom, a ugye az elején mondta, hogy a román miniszterelnökkel, it's a beginning of a beautiful friendship, ugye ez egy nagyon klasszikus mondat a macskajajból, amikor ezt, ezt elmondják újra és újra, és a Matrix is nyilvánvalóan egy ilyen alapmű, amit használ. Ez a megértés segíti, ez bevonja a Bevonja a közönséget, és ez a, ez a szimbólumrendszer sokkal érthetőbbé teszi tulajdonképpen azokat a nagyon-nagyon bonyolult dolgokat, amikről beszél. Hiszen ezek bonyolult dolgok, amikről ő, ő beszél, és azt nagyon jól tudja, ezért ezeket föl kell lazítani. Most mennyire volt ehhez képest sok vagy kevés, már mindennek a szimbolikának a használata? Mert, hogy mondod, valóban mindig szokott jó pár ilyet mondani. Most tényleg egy nagyívű beszéd volt, és talán mintha kevesebb ilyet használt Igen. volna, kérdezem, hogy ezt hogy látod. Egem ez meg is lepett, Ö, őszintén, hogy nem, hasz, nem tehát, hogy nem annyira élt ezzel az eszköztárral, használta, volt, volt több ilyen megszólalása is, de nem, nem... ez volt az elsődleges ebbe. Tehát, és, és, szerintem azért, mert egyébként annak ellenére nagyon hosszú volt, nem éreztem terjengősnek azt, amit mond, hanem hogy az volt érezhető, szerintem, hogy nagyon tömören próbál, szikáran próbál elmondani a dolgokat, és kicsit lehet az időből való kicsúszásnak is ez az oka, vagy a hossznak is, hogy egyébként, hogy ő szívesebben mondta volna ez hosszabban, vagy legalábbis ez így tűnt, a, ahogy néztük a közvetítést. Úgyhogy, úgyhogy, szerintem ennek ez az oka, hogy egyszerűen most volt mit mondani, és volt nagyon sok dolog, amit, amit, amit mondani szeretett volna, és ebben nem kellettek, vagy nem, nem fértek bele ezek az eszközök, amiket általában használni szokott, vagy nem olyan mennyiségben. Az, hogy volt mit mondani, mennyire tűnt számodra idézőjelben magyarázkodásnak az, amit ő, amit most itt elmondott, olyan értelme, ugyan sokan felvetették azt, hogy miért tart kapcsolatot Oroszország, miért ment el Putyin, ön sokan elemezték ezt a helyzetet. Voltak, láttam már az első értelmezésekből hogy tulajdonképpen egyfajta magyarázat volt, hogy megértsük az ő valós szándékait, ami, ami miatt ezeket teszi. Nagyjából ez lehetett, aztán utána majd menjünk bele a részletekbe is, persze. Hát ez, ez egy értelmezési keret arra, hogy mi történik. Miért tesz valamit? De erre is, hogy mondjuk akár az oroszországi kapcsolataira, hiszen vagy a külpolitikai mozgásaira, mert nagyon sokan kétségbe vonják, hogy mit miért tesz és hogyan csinálja. Ez egy, nyilván egy olyan kérdés, hogy nem látunk bele Orbán Viktor fejében, nem tudjuk, hogy mit miért tesz, de alapvetően az, hogy az ő politikai mozgását valamilyen... Tehát meg kellett magyaráznia azt, hogy mit miért csinál. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ő most ezt megtette. Tehát egy nagy évű magyarázatot adott arra, hogy ő mit lát a jövőben. Ugye ez az Orbán Viktornak igaza lesz toposz. És tulajdonképpen ő elmondja azt, hogy ő ezt látja, efele haladunk, és éppen ezért ő már most úgy cselekszik, hogy öh, nem tudom, befolyásolja ezt a jövőt, meg a Magyarország helyzetét, stb. Szóval ilyen szempontból, öh, egy magyarázkodásnak nem nevezném, ez egy magyarázat arra, hogy öh, mi hogyan függ össze, és így nagyon gyorsan össze is tud állni egyébként a választók fejébe. Öh, ez egy ilyen koherens, öh, cselekvési... Öh, cselekvési úttá, vagy koherens politikai cselekvésekkel, amiket ö, tulajdonképpen ő végez az utóbbi időszakban. Hiszen nyilván az ellenzéki, az ellenzéknek, egyébként nagyon sokszor a médiának az a ö, az a kritikája Orbán Viktorra szemben, hogy érthetetlen az, hogy mit miért tesz, vagy mit miért tesz a magyar külpolitika, többi, És nyilvánvalóan ezek hatást gyakorolnak a fideszes választókra is. Éppen ezért el kell mondani azt, hogy ezek bizony összefüggnek egymással, és nem össze-vissza cselekvések, mint ahogy mások állítják. És ennek ez a keret, ez hiányzott az utóbbi időszakban a, ugye egy, különösen a kegyelmi botrány után, meg most a választási kampányban is, azért ez egy kicsit megbicsaklani látszott ez a dolog, és, és úgy tűnt, hogy a Fidesz elveszíti a kommunikációs napirend uralási kezdeményezést, vagy a napirend uralását tulajdonképpen, és ezzel a, a beszéddel tulajdonképpen Orbán Viktor újra visszaterelte egy egy ösvényre a, a híveket, hogy bizony ezek ezért és ezért történnek, ez az összefüggés közöttük, és akkor így most már mindenkinek vannak eszközei, vannak mankói arra, hogy ami történik, azt értelmezni tudja, és a kont... Kontraértelmezéseket tulajdonképpen, amik máshonnan jönnek, az ellenzéktől jönnek, nem tudom, a sajtóból jönnek, azokat ő, tulajdonképpen ezzel leszereli. Uh -huh. Egyébként ebben az értelmezési, vagy ebben az értelmezési keretben, amit végighallgattunk, vagy ebben az átfogó ö, elemzésben a világpolitika mozgásaival kapcsolatban, mennyi újdonság volt? olyan értelemben, amit mondjuk Oroszországgal kapcsolatban mondott, Lengyelországgal kapcsolatban mondott, a nyugati nemzetállamokkal kapcsolatban mondott, migrációról, tehát mind még azok, amiket önállóan tulajdonképpen hallhattunk már Orbán Viktortól, tehát volt-e olyan új részelem ebben, ami, ami esetleg újdonság volt, vagy egymás mellé rakta az egyébként meglévő különböző részeket, amik a külpolitikának a részei. Yeah. Orbán Viktor, a, és nyilvánvalóan Orbán Viktornak a, a, a think tank környezete vagy szellemi környezete az azt lehet tudni, meg lehet ismerni embereket, nagyon-nagyon olvasott emberek, és Orbán Viktor is az a hír el, hogy nagyon sokat olvas ilyen politikai-gazdaságtani, politika-tudományi munkákat. Egyébként ez látszik is ebbe a szövegbe. alapvetően, ahogy így hallgattam, de nyilván ez nem volt annyira régen, szóval, szóval itt biztos van még több szerzés, de alapvetően három olyan szerző van, akit használ. Ugye nyilván ez az egyik a Huntington, aki amikor ilyen civilizációs kérdésekről beszél, akkor abszolút ez a ez a huntingtoni gondolkodás jelenik meg az ő gondolatába. Aztán amikor erre a post posztnemzet áll, államokról, meg posztnacionalizmusról, nacionalizmusról, meg poszt milyen államokról beszél, akkor az abszolút a Habermasnak, a Jürgen Habermas nevű társadalomtudósnak a, a gondolat származik, egyébként azt nem is volt annyira régen, azt hiszem az 2006-ban jelent meg egy ilyen ö, tanulmánykötet, ami erről szól, és nyilván ugye hát a, a Wallensteini világrendszer elmélet, az, amiről szó van. Ugye az 500 évet ő ezért mondja, mert a Wallenstein azt mondja a világrendszer elméletben, hogy a 16. század az, ugye az pont 500 éve volt, amikor kialakul a gazdasági világrendszer, amikor a birodalmak után egy gazdasági rendszer jön létre, aminek Nyugat-Európa tulajdonképpen a központja, ahol a tőke összpontosul. És Orbán Viktor úgy ezt az elméletet használja, de gyakorlatilag pontról pontra, és el is mondta, hogy Ázsiában ugyanezt történik, technológiában, tőkefelhalmozásban, ugye a világrendszer elméletnek nagyon fontos eleme a tőkefelhalmozás, és hogy az határozza meg tulajdonképpen a világrendszer. Tehát ilyen szempont, ezek nem új gondolatok, ezek, ezek, ezek ilyen társadalomtudományi eszékből, társadalomtudományi vagy társadalomfilozófiai értelmezésekből származó dolgok. Ő ezeket tovább gondolja, tovább fűzi, De ezek ezek ennek a, a magjai, és folyamatosan ezeket használja, és a korábbi években is ezeket használta. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó, vagy ez egy ilyen szempontból egy meg, tehát nem, nem azt mondom, hogy tudományosan, de hogy ilyen filozófileg ezek megalapozott gondolatok, amiket ő folyamatosan elmond. Újdonságot éppen ezért nem nagyon tudunk benne hallani, szerintem a keret új. Tehát most az, hogy... mint ez az 500 éves keret? Vagy hát éregen? igen, az, hogy a világ, tehát hogy egy új világrendszer fog most kialakulni, ez egy, ez egy, ez egy új, 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 keret. Ezt Orbán Mitter eddig nem nagyon mondogatta, de most úgy tűnik, hogy igen, és, és a, tehát az Egyesült Államokkal kapcsolatban és, és, Európával kapcsolatban is azért elmondta, hogy mindenkinek van valamilyen stratégiája szerinte, ami ezt az új, ezt az új világrendszer kialakulását próbálja megakadályozni, és nyilván ide pozícionálja Magyarországot, hogy egy, kis állam az mit tud ebben a helyzetben tenni. Tehát, hogy ez az értelmezés, ez hát újszerűnek hat, de azért ez mégis komoly társadalom filozófiai munkákra épül. Egyébként az, hogy ugye három részből épül föl, többször elmondta a beszédében Orbán Viktor, hogy ő tagolja a mondani valóját, három nagy fejezetből át, annak meg voltak a saját alfejezetei, mindig jelezte, hogy most jön a következő fejezet, tehát nagyon figyelt rá, hogy... Nagyon jó jelzetelhető volt, jelzetehető a jelzetehető jelzetehető volt, volt igen. 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 És az utolsó, vagy az egyik nagy rész volt, talán azt hiszem az utolsó volt ugye Magyarország helyzete, hogy ebben az egész nagy mozgásban Magyarországnak mit kell tennie, és hogyan kell tennie. Ugye azt mondta, hogy a közép-európai államok bemaradnak ebben az új helyzetben, saját új kőpolitikát kell folytatni, hogy tágas a tér, és lehetőség lesz egy nagy magyar magyarna stratégia, aki, ugye erre is folyt a figyelmet, kialakítására. Ez mennyire új gondolat abból a szempontból, hogy tulajdonképpen itt nagy kérdés, hogy az unió külpolitikájától távolította most el magát, és azért a külpolitika, hogy ahogy te is említetted a beszélgetésünk elején, erre koncentrál, vagy erre fókuszál Orbán Viktor, és ez volt az egyik olyan üzenet a végén talán, hogy, hogy, hogy egy újfajta magyar külpolitika várható, ez mennyiben új, vagy mi hogy lehet ezt lefordítani a mostani kontextusra akár? Hát ez, igazából visszatérünk oda, hogy ezzel magyarázza az ő külpolitikai mozgását. Hát mi csak magyarázza. Tehát, időnképpen. hogy igen, tehát, hogy meg, 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 megindokolja azt, vagy itt, itt adja meg a keretet ahhoz, hogy értelmezi lehessen az, hogy miért tárgyal, nem tudom, Kínával, Oroszországgal, nem tudom, a türk tanácssal, miért megy, nem tudom, ide, oda, amoda, tehát, hogy ezek, tehát ez egy ilyen szempontból öm, öm, fontos dolog, de a központi eleme ennek a szövegnek az a magyar nagy stratégia, ugye nagyon fontos, hogy nem nagy magyar, hanem magyar, magyar nagy stratégia, stratégia. Igen. ugye ez a központi eleme ennek, ez volt igazából, a, nem tudom a, a a a cseresznye a a a tortán, vagy ez volt a a végkifejlet, hogy van egy, van egy ilyen amit ők elkezdtek megcsinálni, amit ők elkezdenek megvalósítani, amit elkezdtek megírni. Ennek az üzenete amúgy mennyire ment át neked, hogy mit akart ebben a nagy stratégiában Orbán Viktor. Vagy ez most még formálódik, ugye elmondta, hogy még egyelőre nagyon kiforratlan az egész, hogy még a smilli papírt kell használni, hogy érthető legyen. Szóval, hogy ezt, ezt hogyan kell értelmezni, hogy hosszú távra tervez továbbra is? Ez annak a része, vagy ez valahogy egy másik üzenet? Hát itt tulajdonképpen az az állítás, hogy ez Magyarországnak a stratégiája, tehát, hogy ez... Hát egy, nem tudom, egy, egy másik országban talán azt lehetne mondani, vagy egy, egy kicsit demokratikusabb országban azt lehetne mondani, hogy ez egy ilyen nagy nemzeti stratégia, vagy a nemzeti túlélési stratégia, hogy mi Magyarországnak mi lehet a jövője. Orbán Viktor és a Fidesz úgy tűnik, hogy kijelöl egy irányt Magyarország számára, aminek, ha jól értem, akkor azok az elemei, hogy mindenkivel kapcsolatban kell lenni, és nem beállni egyik oldalra se. Tehát ez a, ez a, a konnektivitás De ez használta. eddig is, eddig is így volt tulajdonképpen, eddig is ezt hát, hát, arra, hát tulajdonképpen igen, csak ugye most van ez így összerakva egy ilyen, nem tudom, egy ilyen be, keretbe. Tehát hogy ez, ez, ezért fontos ez a beszédben, most van ez keretbe téve, hogy nem tudom, kelettel is jóba kell lenni, meg az usa Jóba kell lenni meg az EU-ba is azért. Benne kell maradni, meg, meg ott kell lenni, de azért tágítani kell a mozgásteret. És egyébként ez történik is. Tehát, hogy azok nagyon szimbolikus dolgok, amikor mondjuk a, az EU-nak a, a soros elnökségét Magyarország viszi. Ö, és. Ö, úgy tesz Orbán Viktor, mint ő az EU vezetőjeként menne el béke missziót csinálni, és használja az EU-s logót. Ugye nyilván ez azért is volt, ugye ez egyébként a választóknak ez valamelyes fontos, nem annyira. Ugyanakkor azért volt belőle ilyen diplomáciai balhé, igazából, és ezért követelte az EU, hogy ne használják már ezt a Amit logót. Amit le is vett egyébként. Amint, a le a is vettek, a... mert hogy ez egy tipikus ilyen mozgástér dolog, hogy ő egy meglévő intézményt, azt próbál tartalommal kitölteni, és a politikai cselekvés tulajdonképpen az az eszközön, ki lehet tölteni ezeket a, ezeket a tereket, és ezzel tágítja a saját mozgásterét, és ezzel precedenseket teremt egyébként arra, hogy ez később mások is megpróbálják megcsinálni. A politikai változás, különösen egy ilyen nagyon bürokratikus dologban, mint az Európai Unió, az az intézmény rendszer kereteinek feszegetésében érhető tetten, és nyilvánvalóan ezt azért elég tudatosan csinálja a Magyarország az Európai Unión belül, és ezzel is próbál nem csak magának, de egyébként ezzel másoknak is mozgásteret teremteni. Szóval végső soron visszatérve, itt, itt ez volt egy ilyen fő dolog, hogy mindenkivel jobba kell lenni valahogy, azért, hogy Magyarország ezt, nem tudom, ezt túl tudja élni, de hogy ez a nagy stratégia, az a központi elem, ami egy védendő érték innentől kezdve, tehát ez az állítás, hogy a, hogy ezért kellenek nem tudom, a fiatalok, és ezért kell fiatalokat toborozni, mert ezt a nagy stratégiát, aminek 30 év múlva van a vége, ami egy ilyen nagyon, nagyon jövőben, nagyon távoli jövőben tekintő víz, vízió, tulajdonképpen a politikában, azt ők nem tudják már befejezni. Tehát azért ebben látszik, hogy van egy ilyen, van egy ilyen nagyon fontos állítás, hogy itt a Fidesznek szüksége van arra, hogy megújuljon, és hogy bevonjon új embereket, bevonjon fiatalokat a politikájába, hogy meg legyen tartva ez az érték, amit a miniszterelnök úgy pozícionál, hogy ez Magyarországnak az érdeke. Uh -huh. Én is ezt el akartam egyébként befejezni, az jó is, hogy ő, hogy említetted már, hogy ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy hát nyilván ezt az egészet ugye támadni fogják, és hogy meg kell értetni, erre fel kell készülni. Valóban mondta, hogy ez egy 20-25-30 éves folyamat, nem ő fogja már befejezni, hanem valaki más. És ugye azt mondta, hogy valóban, hogy fiatalokat kell toborozni, csak trombita szóra bújnak elő, ugye azok a fiatalok, igen, akik igen. ehhez a táborhoz tartoznak. Szóval, hogy tényleg ennyire előre kell gondolkozni, és valóban ez, ez, egy cél, vagy egy lehetőség mondjuk a Fidesz számára, a megújulás, hogy akár fiatalokat be tudjon mondani, és ezzel, hogy csak a szóra lehet a fiatalokat bemondani, ez mennyire lehet akár, hogy mondjam, vonzó a fiatalok számára, vagy ezt azért így nehéz persze innen látni, de az, hogy az ilyet mond a miniszterelnök a végén, és ez a a tulajdonképpen a beszédének, az mennyire mennyire érdekes, vagy mennyire hatásos. Igen, tehát a Fidesz nyilván érzi a belpolitikai veszélyt. Tehát, hogy én úgy sejtem azért, hogy ez a, ez a nagy stratégiának a, a kidolgozása az már korábban elkezdődött, hiszen azért, ö, amennyiben tényleg létezik egy ilyen stratégia, és szerintem miért ne létezne egyébként, ö, akkor annak a, 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 a kidolgozása az már valószínűleg folyik egy ideje. Ö, és ez ment volna tovább, de egy sima választási győzelmet várt, ö, én úgy gondolom a, a Fidesz ö, a mostani választásokon ami nem lett annyira sima, ráadásul a Magyar Péternek a feltűnésével és a Tiszapárt folyamatos erősödésével azért a 26 is egy kemény meccsnek ígérkezik, legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy kemény meccs lesz. Éppen ezért a Fidesznek szüksége van arra, hogy ö, legyenek ö, dinamikus, fiatal választói is, illetve, hogy legyenek fiatal politikusai is. Uh -huh. Ugye ezt láthatjuk is, hogy egy ilyen jelenlegű fiatalítás egyébként megkezdődött, tehát a fővárosi közgyűlésben nagyon sok gyakorlatilag ismeretlen fiatal fideszes képviselő van most. Egy ilyen fajta megújulás a Fidesznek elengedhetetlen ahhoz, hogy hogy tudjon, versenybe tudjon majd szállni a következő években, nem azt mondom, hogy 26-ba, de, de hogy 30-ba sokkal lehet, hogy már sokkal veszélyesebb lesz Igen, a egy egy volt Orbán Viktornak a Slim Fit jelzőt, ugye nyilván Magyar Péterre, tette, nem említette a nevét, egy Gyurcsány neve is, azt hiszem csak egyszer hangzott el a, a beszédben. Igen, igen, igen. Úgyhogy igazából valóban ezt nem is szokta uh, itt a, a, tusványosi beszédekben említeni, de egy, egy oda szúrás azért volt. Hát igen, megteremtette azt hogy vannak a azt hiszem úgy fogalmazott, hogy avokádó és slim fittinges liberálisok, meg vannak a, a, nemzeti érzelműek. És hogy az, az ő kettejük, vagy ennek a két csoportnak a, és nyilván a nemzeti érzelmük ők, tehát a Fidesz, ennek a két csoportnak tulajdonképpen a harca az, ami dönteni fog erről a nagy stratégiáról, ami egyébként Magyarország sorsát befolyásolja, szóval, hogy ez itt a, ez itt a lényeg. Tulajdonképpen itt földobta a tétet, Orbán Viktor, hogy a Magyarország túlélése, jövőbeli túlélése a tét, szerintük ez a helyes út, szerintük ezt kell csinálni, és ehhez az kell, hogy ez meg legyen védve, ez az érték, vagy ez a stratégia, amit ők kitaláltak, és lesznek olyanok, akik ezzel ellen mennek, és akkor nyilván egy utalt is egyből a, nem tudom, a más, az ellenzéki oldalra és Magyar Péterre. Na hát szerintem megfejtettük nagyjából no, amennyit lehetett itt itt a beszédből. Köszönöm szépen mi van herdániának, hogy itt volt, és összeraktuk azért szerintem a, a részleteket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt most a címlap. Ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornákra. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra a levitézlet régieket, akiknek közük volt ahhoz, hogy ezt a beruházást a, a városok tud, vagy a város tudta is beleegyezése nélkül ide telepítették, őket szépen le is cserélték. A választások eredménye az pont azt mutatja, hogy többségben vannak azok, akik elutasították ezt a kínai akkumulátorgyárat. Az idei éves választás, akár önkormányzati szinten, akár Európai Uniós parlamenti választás szinten, abból lát, hogy az embereket riogatták, riogatták háborúval, riogatták akkumulátorgyárakkal, riogatták életveszélyes balesetekkel. Mióta épül a gyár, azóta egyre jobban szépül Iváncsa is. A sokszor lincs hangulatú közmeghallgatások után sokan azt gondolták, polgármesterek székébe is kerülhet az akugyár építési láz. A szabadon következő adásában végigjárjuk az érintett településeket, és megtudhatják, miként hatott az önkormányzati választási eredményekre az akugyárak megjelenése. Ez a Szabadon, Benyó Ritával, tartsanak velünk!